Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, hogy volt egy népszavazás Magyarországon a kettős állampolgárságról. Emlékszik még erre valaki? Mikor volt? 2004-ben. 4? December 5, jól emlékszem-e. Tudják-e, hogy akkor országos szinten milyen eredményt ért el ez a népszavazás? Nagyon sokan arra szavaztak, hogy a határon túli magyarok kapjanak magyar állampolgárságot könnyített módon. De sajnos országos szinten nem volt elegendő szavazat ahhoz, hogy ez kötelező is legyen a parlament számára, az akkori parlament számára. Tudják-e, hogy a 16. kerületben mi volt az eredmény annak idején? Nagyon sokan azt mondták, döntő többségében a kerületi lakók, hogy a határon túli magyar testvéreink kapjanak könnyítetten állampolgárságot, és a 16. kerületben kellő számú szavazó is volt, tehát nálunk érvényes és eredményes is volt ez a népszavazás. Sajnos országosan nem. De itt a Kertvárosban mi kiálltunk ezért, remélem, hogy most a következő vasárnap tartandó népszavazásban is legalább ilyen sokan leszünk, hogy az is érvényes és eredményes legyen majd. És ezután, miután itt a 16. kerület már akkor is úgy érezte, hogy határon túli testvéreink valóban testvéreink is, ezért úgy döntött az akkori képviselőtestület, hogy minden elcsatolt ország részben testvértelepülést fog keresni a 16. kerület. És így is lett. Nem egyik napról a másikra, hanem szépen, fokozatosan, folyamatosan, keresgélés után megtaláltuk testvértelepüléseinket. Ebből is leghamarabban egy olyan település, ami már nagyon-nagyon-nagyon régóta, több mint 10 éve testvértelepülésünk. A Felvidékről egy olyan település, ami hasonlít nagyon a 16. kerületre, már csak abban is, hogy Pozsony egyik városrésze, egyik kerülete, és ők is úgy lettek Pozsony része, ahogy mi a 16. kerület Budapest része, hogy meglevő települést csatoltak, itt nálunk településeket csatoltak a fővároshoz. Ez a település meg nem más, mint Pozsony püspöki, és örömmel köszöntöm polgármester asszonyt, Oswald Erzsébetet itt a 16. kerületben. Erzsi, gyere, légy szíves a színpadra! Mert kihasználtuk az alkalmat, a 13. kertvárosi vigasságokat, hogy egy testvérvárosi vigasságot és találkozót is összehozzunk, és a legrégebbi magyar lakta településünk testvérváros polgármester asszonya Oswald Erzsébet egy pillanatra szeretne szót kérni, úgyhogy adunk neki. Tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők! Engedjék meg, hogy a pozsonypüspökiek nevében megköszönjem a meghívást, és átadjam egyben az összes pozsonypüspöki lakos üdvözletét az itt jelenlévőknek, 16. kerület lakosainak. Tisztelt polgármester úr, úgy, ahogy mondtad, több mint 10 éves, az idén 11 éves a kapcsolatunk, és mi nagyon szeretünk a 16. kerület akcióin részt venni. Hogy miért? Mert itt itthon érezzük magunkat. Mi ott otthon vagyunk, és higgyék el, hogy minden egyes műsor, amelyet éves szinten szervezünk, hol a 16. kerületben, hol pedig nálunk Pozsonypüspökin, ez mélyíti a barátságunkat, és erősíti bennünk a nemzeti hovatartozás értékét. Ez nagyon fontos. Érezzük, hogy magyarok vagyunk. Ebben polgármester úr és az egész polgármesteri hivatal orosz rálészt vállal Pozsonypüspökin, hiszen mindig ellátogatnak hozzánk. Engedjék meg, hogy mivel Pozsonypüspöki első írásos emlékének 795. évfordulóját ünnepeljük az idén, hogy a polgármester úrnak, a 16. kerületnek átadjak egy képet, amelyen több száz éves emlékeink találhatóak. Még egyszer köszönöm a meghívást, és kívánok mindenkinek kellemes szórakozást. Nagyon szépen. Köszönjük szépen. Egyébként a Pozsonypüspökiből érkező művészek még a színpadra lépnek hamarosan, őket is láthatják. Köszönjük szépen. És a történet úgy folytatódott a 16. kerületben, hogy északról dél felé indultunk a Vajdaságban egy település, ami nem csak egy, hanem három település egyben.
ott egy kicsit más a rendszer, mint nálunk, nem minden településnek van, illetve mindegyiknek van önkormányzata, de közösen van nekik egy olyan, mint nálunk, talán mintha járásnak lehetne hívni, egy olyan része, és van egy nagyon népszerű énekes Magyarországon, aki az annak idején az első ilyen újkori tehetségkutatót megnyerte, talán emlékeznek erre a nagyon szép hölgyre. Emlékeznek? Hogy hívják? Na, hogy hívják? Magdi. Magdi. Na, milyen Magdi? Rúzsa Magdi. Rúzsa Magdi erről a településről származik, és itt a 16. kerületben van az a lakás, amit fődíjként kapott annak idején. Innen jött a kapcsolat, és innen jött a keresgélés után, hogy végül úgy döntött a képviselőtestület itt is, meg ott is, hogy Kishegyes településsel testvérvárosi kapcsolatot léptesítünk. Köszöntöm itt a körünkben kishegyesi delegáció vezetőjét, Sipos Tibor urat. Gyere Tibor, légy szíves ide. Mondasz-e nekünk két mondatot a településedről? Jó napot kívánok, köszönjük szépen a meghívást. Mi volt a kérdés? Mondjál néhány mondatot a településre. Közel 5000 lakosú falu, többnyire magyar lakta falu. 16. kerülettel ugye polgármester úr már elmondta, hogy Magdin keresztül kerültünk kapcsolatba. Azóta nagyon sok mindent kaptunk a 16. kerületkör, akár az iskola, akár a művelődés, akár a maga a település. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen, és Kishegyes után következett, akkor elindultunk kelet felé, és ahogy átlépjük a jelenleg határként képző román-magyar határ, egy nagyon szép érmeléki település, érmelék fővárosa a következő testvérvárosunk, Ér Mihály falva. Számos dologról híres, de erről nem én fogok beszélni, hanem Nyakó József polgármester úr. Polgármester úr, légy kedves, fáradj ide fel a színpadra, és ti hoztátok a legnépesebb delegációt, fellépőket, talán erről is elejtsen nekünk pár mondatot. Kedves polgármester úr, tisztelt vendégek, vendéglátók, hát egy 10000-es város üdvözletét és jókívánságait hozom és tolmácsolom önöknek ezúttal. Ahogy polgármester úr mondta, Ér Mihály falva az érmelék fővárosa, mindenki tudja azt, hogy kit szült a magyar nemzetnek az érmelék, ugye Kölcsi és Adi mellett nagyon sok híresség ezen a vidéken született, elvégre most is, ahogy akkor, egy egységet képeztünk. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy épp úgy, ahogy ti, ahogy önök, mindig reménykedve vetünk és újongva aratunk. Azt hiszem, az a dolgunk, hogy mindig reményeket tápláljuk annak a közösségnek, amelyeket vezetünk, és ez sok sikert kívánok. Azt hiszem, hogy a polgármester úr 3 mandátumában igen eredményes volt, hogyha mindig bizalmat szavaz neki ez a kerület. Azt kívánom a továbbiakban is, hogy ne lankadjon tetteivel, és tegye a dolgát. Azt mondom, a tapsiknél jön talán. És valószínű, hogy tovább fog virágozni a közösség, amelyet ilyen nagy szerelem vezet. Azt hiszem, a továbbiakban néhány szót mondanék a településükről. Ugye ez egy nagyszerű közösség, egy 2000 munkahelyet adó nagyvállalat teszi a szebbé, hogy így mondjam, a Mihály falvak életét, egy biztos jövedelmet biztosít nekik. A továbbiakban pedig azt hiszem a művelődési életünk eddig leggazdagabb az érmeléken, és ebből egy ízelítőt hamarosan kapnak önök is, kaptok ti is a színpadon, és természetesen az életet szeretjük, a lányaink szépek, a fiaink pékek, szoktuk mondani, és de sok cipés van közöttük. Kívánom, hogy jól érezzék magukat ezen a rendezvényen és az életben, bárhol. Nagyon remélem, hogy a egy hét múlva esedékes szavazáson hasonló módon, mint a mi embereink, mindazok, akik határon túlról kettős állampolgársággal rendelkeznek, azok is azt fogják majd szavazni, amit itt látunk a sátron. Igenis tudják, hogy mi a teendő, és nagyon sokan, itt tudják nagyon jól önök, hogy 260.000 volt eddig a regisztráltak száma, tehát azt hiszem, hogy mindenki, aki el fog menni határon túlról szavazni, azok egységesen ezt a véleményt fogják mondani, azaz, hogy mi se kérünk a migránsokból. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen, polgármester úr! És végül, de nem utolsó sorban, csak az időrendben a legfiatalabb testvérvárosi kapcsolatunk. Talán mondhatjuk azt, hogy a magyarság
ahol jelenleg tömbben él, ott a legsanyarúbb körülmények között, talán a legnehezebb helyzetben levő tömbközösség, ahol az országban még háború is zajlik, ugye Ukrajnáról beszélek, a kárpátaljai magyarok, és ott is a határ közvetlen túloldalán levő színmagyar település, testvérvárosunk Zápszony, és kérem Bacskai László polgármester urat, hogy fáradjon a színpadra, és mondjon nekünk pár szót ő is a településről. Kedves polgármester úr, tisztelt 16. kerületi lakosok, vendégek, hát én nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, újból. Én már 5. alkalommal veszünk részt a Kertvárosi Vigasságok ünnepség sorozaton, ugyanis március 4-én volt az, hogy 5 éve írtuk alá a baráti szerződést a 16. kerülettel. Azóta minden évben rendszeresen látogatunk el, és ők is nálunk, és nagyon örülök, hogy ők is jól érzik ott nálunk magukat. Hát én Zápszony község nevében, amely Beregszászból sokan ismerik, sokan nem, Beregszásztól kb. 20 kilométerre található 1800 lelket számolunk, magyar iskolánk van, magyar óvodánk van, és színmagyar falu lényegében. Én nagyon örülök, hogy minket választott annak idején a 16. kerület. Én nagyon büszke vagyok rájuk, és nem is akarnák én Kárpátaljáról, meg Zápszonyról is sokat beszélni. El kell jönni, meg kell nézni, barátságos, munkaszerető emberek élnek. Igyekszünk megmaradni saját földünkön, hogy áll nehéz a helyzetünk, de én bízom benne, hogy majd egyszer a nap igaziból ránk is ránk fog sütni, és vagy európai tagjai leszünk, de amúgy a magyar nemzet egységes tagjai vagyunk, hiszen ott van a bölcsünk, ott van a belépünk, ott van a vereckei hágunk, és ezt minden magyarnak meg kell nézni, és én önöket is, és a polgármester úr is, és a vendégeket is, akik más országokból jöttek. Én nagy-nagy szeretettel várom önöket Kárpátalján, minket mindig meg lehet látogatni, szívesen fogadunk mindenkit, és megismertetjük, és tudjuk, és tudják, hogy ott is vannak magyarok. Nem olyan sokan vagyunk, de szeretnénk megmaradni szülőföldünkön. Köszönöm szépen! Kedveskedni szeretnénk a 16. kerület kertváros lakóinak, mert így öten mi megtanultunk egy mondatot, ami talán a magyarok hitvallása is lehet, és ezt most közösen mondanánk önöknek, úgyhogy a következőt tanultuk meg, hogy 1000 év mögöttünk, 5000 év előttünk. Köszönjük szépen, jó szórakozást kívánok!